Jó napot kívánok, köszöntöm a Hírefem Rádió hallgatóit, a civil kört hallják, a műsorvezető Gajdi Csotto, és köszöntöm mai vendégeimet, Fritz Tamást, Horváth Tamást és Bakos Zoltán. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A héten volt 20 éve, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Mint minden közéleti kérdés, ez is megosztja a magyar társadalmat. Ezért most kezdjünk egy olyan körrel, hogy ti hogyan látjátok ezt a 20 évet, hogyan értékelitek 20 éves tagságunkat ebben a szervezetben. Kezdjük én megszavaztam annak idején 20 évvel ezelőtt, és azóta én azt látom, hogy 14 keserves év következett ebből a 20 évből. Tehát amihokájt a jobboldali kormány hatalomra került, és igyekezett képviselni a nép érdekeit, javítani az országon, zárójel, tesszük, ahogy lehet. Tehát ugye csak egy hülye liberális gondolja, hogy azonnal megváltjuk a világot egy tolvonással. A gazdasági élet, és ugye most pénzalapú társadalmakban élünk, nagyon lassan döcög, nehezen megy, nem lehet egy tízmilliós országnak megváltoztatni a dolgokat. És hát látom azt, hogy mindenért üldöznek bennünket, és hát minap megnéztem ezt az Ursula von der Leyennek, az Usinak a, a nyilatkozatát egyetlen őszinte gesztusa nem volt. A mosolya az egy ilyen műmájer vigyor volt, nem mosoly volt, és a kézgesztusok azok meg, amit ugye megtanítanak, mintha vezényelt volna. Mind hazug volt, mert az elmondott szavaival nem voltak összeköttetésben a szavak. És én azt látom... Ki kellett mondani, hogy erősödött Magyarországgal. Az úgy gondolom, hogy nem esett Abszolút neki. nem, persze. És hát ami befejezett, amit csinál a kormány, az én szerintem nagyon jó, tehát a kína politika és ázsia politika kiváló, és az a törekvés, amit baromira nem tetszik a Lipsiknek, hogy ide édesgetik a még működő német nagy cégeket mert ezek, ezek, akkora entitások pénzügyileg, ugye, hogy meg tudnak állni a lábukon akkor is, ha Németország összeomlik, és ezek okosak, mert ugye egyrészt Amerika, egyrészt Ázsia az ottani nagy piacok miatt, mert a világ legnagyobb autópiaca jelenleg Kína, nem az Egyesült Államok. Kínába kétszer annyi autót adnak el, mint az usa vagy háromszor, tehát ezek friss statisztikák. És ugye a romló autóipari teljesítmény, ami az Európai Uniót jellemzi sajnos, ugye, hogy például a Volkswagen, ami egy, az egy idol volt, az a meghibásodási statisztikába az utolsó előtti helyen szerepel. Ez egy ilyen százas lista. Tehát a Toyota-tól kezdve mindenkit brutálisan ez, hogy a német autók, amik a megbízhatóság, Audi sincs jobb helyen, megbízhatóság mintaképe voltak, kénytelenek idejönni Magyarországra, mert itt jelentem, fegyelmezett a munkásosztály hogy ilyen szoci szót használjak, reggel nyolckor kezdődik a munka, nem valamikor, amikor beérek, nem kell figyelembe venni azt, hogy XY muszlim, és hát most ő imádkozni akar, mert hát a szalaga, hogy gondolja. Zoli. Én nem szavaztam meg 2004-ben, már 9 éves voltam, de mai fejemmel gondolkodva sem szavaztam volna meg. Kicsit először egy tágabb kontextussal indítanék. Szerintem szükség van pán Európára, tehát szükség van arra, hogy az európai nemzetállamok valami eszme mentén együttműködjenek. Ugye ez korábban nagyon jól működött, amikor még keresztény, valójában keresztény Európáról beszélhettünk. És hát a második világháború után is az alapító atyáknak az volt az alap gondolata, hogy két világháború megtépázta Európát, mert ezek a testvérnemzetek egymásnak mentek, és gyakorlatilag saját maguk taszították mélyre azáltal, hogy a a nemzetek legjava az elveszett a széren, és ezért próbáljunk meg együttműködni. Csak azt látom, hogy mostanára eljutott olyan szintre ez az Európai Unió, hogy ez már egyáltalán nem arról szól, hogy itt legyen Pán Európa, ez nem arról szól, hogy itt a keresztény nemzetállamok együttműködjenek, ez még csak nem is arról szól, hogy ne legyen viaskodás vagy háborúskodás a különböző európai országok között, ez arról szól, hogy az amerikai Egyesült Államoknak legyen egy előretolt bástyája, amit Európai Unió nevezőnk itt a kontinensen, az orosz háború kapcsán is látjuk, hogy hogyan befolyásolják az amerikaiak a különbé, különféle európai politikusokat. Úgyhogy ilyen formájában ez az Európai Unió szerintem ez biztos, hogy nem előremutató, hogyha az európai érdekeket nézzük. A másik pedig, hogyha most Magyarországra gondolunk, vagy a kelet-közép-európai térség többi országára, azt látjuk, hogy azért volt szükség az Európai Uniónak, hogy bevegyenek minket, bevegyék a románokat, a bolgárokat, mert a demográfiai válság miatt, ami Nyugat-Európát még inkább Súlytja, mint Magyarországot, vagy ezt a térséget, szükség van munkaerőre, és hát innen elszívtak jó... jó pár százezer embert. Most már ugye nem csak kelet-közép-európaiakat visznek el, hanem mennek oda a migránsok is a harmadik világból, de hogy egész egyszerűen például Norvégiának nem éri meg fenntartani orvosi egyetemet, mert sokkal egyszerűbb neki az, hogy bármi Norvégia pont nem tagja az Európai Uniónak, de ugye van mindenféle társulási szerződés, hogy a, a magyarok, románok, bolgárok, szlovákok kinevelik jó pár millió forintot áldozva egyénenként az adófizetők pénzéből, hogy legyen egy munkaképes munkaerő, orvosok vagy más mérnökök, és akkor ezeket a rétegeket pedig az 5 6 akkor a fizetésért egész egyszerűen elcsábítják mm. ebből a térségből. Feladtuk a piacainkat, tehát nem, én nem tudom pozitívan értékelni az uniós csatlakozást. Globalisták azok azt mondják, hogy Magyarországot ma nem vennék föl a szuverenisták viszont azt mondják, hogy már álljon meg a menet, mi nem ilyen unióba léptünk be. Mi az igazság? Igen, a globalisták azt állítják, hogy ma nem vennének minket föl, akkor én nagyon boldog lennék, hála jó Istennek, nem vennének föl. Tudjuk, a globalisták által elképzelt Európai Unió, a szerény megítélésem szerint egy totális zsákutca. És e felé megyünk. És ez a legnagyobb baj. Uh, amikor 20 évvel ezelőtt beléptünk, 2004-ben, én is igennel szavaztam egyébként, én, én kicsit több voltam, mint 9, és szavazhattam, <gül> <gül> és uh, hát például Orbán Viktor gondolatai álltak hozzám a legközelebb, hogy azt mondta, hogy több, szól, több év szól a belépés mellett, mint a belépés ellen. Mm -hmm. De azért ő is nagyon árnyaltan fogalmazott egyébként, tehát emlékezzünk persze, el. Persze, nem, tehát nem, most nem, megmondjuk nem. volt a svájciaknak egyébként, az angol ki volt Svájcban, azt mondta, hogy kétszer gondolják meg, miről belépnek az Európai Uniónak. Szó szóval szerint így fogalmazott. Igen, tehát igen, ez magáért igen, beszél, azt hiszem. Tehát Orbán Viktor véleményét is áttételesen, nem is annyira áttételesen, de szerintem már ismerjük. Akkor és a mostani véleményét is. Na most mi történt? az elmúlt húsz évben tényleg, tényleg, az változott meg, amivel reménykedtünk, hogy meg lesz, a helyette valami egészen más történt. Úgy léptünk be az Európai Unióba, hogy végre a Szovjetunió markából kiszabadulva újra szuverének leszünk, független ország leszünk. A magyar hagyományokban hihetetlenül erős a független, függetlenség iránti vágyunk. Ezt tényleg Árpádtól, Gézán, Istvánon keresztül, hát most menjünk Petőfi, kosút, aztán a, a, a pesti srácok, és már is itt, itt, már is itt vagyunk a napjainkban. Mindig is erre vágytunk. Erre mi történik? Az első szakaszban valóban, az első szakaszban még úgy tűnt, hogy, hogy valami fajta többé-kevésbé ilyen megosztott állapot van, amelyben van szuverenitás, van azért, persze már az, akkor is már volt olyan megosztott kérdések, amivel az Európai Unióval vagy megosztottan döntöttünk, vagy pedig az Unió döntött. Na de az elmúlt 20 évben egy markáns és nagyon határozott szup, föderalista elképzelés uralja az Európai Uniót. Tulajdonképpen Barroso idejében be, léptünk be egyébként, akkor volt a bizottsági elnök, Barózó már, már egy abszolút föderalista figura volt, és aztán ugye őt kikövette, Naki, Juncker, az isiászos, és Jean-Claude Juncker lényegében, hogy a 14-ben mert tíz évig volt Bárózó 4-től 14-ig, 14, 14 jött Juncker, akit egyébként megint teljesen antidemokratikusan választottak meg, úgyhogy egyébként Merkel, nem akarta senki Junckert, mert látták, hogy kicsoda. kicsoda, egy luxemburgi pénzügyminiszter, aztán miniszterelnök, aki egész egyszerűen egy adóparadicsomot csinált Luxemburgból. És full alkesz volt. Tessék? Full alkesz volt. Hát ahogy mondod, és, és lényegében, lényegében véve ilyen kajmán szigetek szerű képződmény, vagy Panamát csinált Luxemburgból. Persze a luxemburgi egyfőre jutó GDP a legmagasabb, hát meg a jólét ezek után megvan. Na, de Juncker már nagyon erőteljesen föderalista volt, azt mondta, hogy egy Spiegel interjúban mondta, hogy megyünk előre a Föderalizmus irányába, próbálkozunk, lépünk, lépegetünk, lépegetünk. Ha nem figyelnek oda eléggé a tagállamok, ha nem veszik ezt észre, akkor tovább lépünk, tovább lépünk, egyik megy a másik után, és végül szépen lesz egy birodalmi Európa. És akkor 19-ben jön Ursula von der Leyen, aki ezt a vonalat még tovább erősíti végeredményben, és Ursula von der Leyenről elmondhatjuk, szembenjunk erre, hogy lényegében vive egy báb. Tehát ő a leginkább az amerikaiak kezében egyfelől, másfél pedig a globális elit kezében. Tehát sokszor elmondtam róla, el kell mondani, tudni kell róla, hogy a világgazdasági fórum kuratóriumának a tagja. A világgazdasági fórum, a WEF, World Economic Forum, az a globális elit zászlóshajója. Ott, ott ezernél több giga cég halmozódik. Tehát egy olyan hatalom a most a világgazdasági fórum a világban, ami egész hiszen megkerülhetetlen. Most is volt egy gyűlésük éppen egyébként, de minden januárban van nekik, és ők a leginkább háború pártiak például, meg a leginkább világkormányzáspártiak. És a világkormányzáspártiságon belül ők, ők az Európai Uniót egy részének tartják az elkezdődéseknek, hogy az Európai Unió is egy ilyen centralizált valami legyen, és a lényeg az, hogy a nemzetállamok tűnjenek el. Tehát egyszerűen számolódjanak fel, és akkor minden cél elérhető. Ez a bizonyos Great Reset, amit a Klaus Schwab elmondott 2020-ban, meg le is írt egy könyvébe, hogy ebből az egészből csináljunk egy um, birodalmi Európát, és egyébként pedig egy világkormányzás felé el. Ez a kettő összefügg egymással. Az ENSZ is ebben nagyon komoly szerepet játszik egyébként. Erről is lehetne órákat beszélni, de most túl hosszú vagyok, Abba de, fejezmében... de, de foly, folytatjuk, tehát lesz még módod. De most akkor okay. azt a kérdést teszem föl, hogy mindannak tükrében, amit elmondtatok, ti melyik álláspontot képviselitek, mert amikor beszélgetünk a hallgatókkal, akkor nagyon markánsan elő szokott érni, hogy igen, ez annyira elfajzott, eltorzult, hogy azonnal lépjünk ki. Ez az egyik szélén van az álláspontunknak. Aztán van a másik szélén az, hogy még mindig jobb bent lenni, mint, mint kívül találni magunkat, ezért szorítsuk össze a fogunkat, tűrjünk és maradjunk benn. És van az aktív cselekvő álláspont, amit a kormány képvisel, amit Orbán Viktor valahogy úgy fogalmazott meg, hogy foglaljuk el Brüsszelt, érvényesítsük a szuverenista álláspontot sokkal erőteljesebben, sokkal markásabban. Na, Erről hogy gondolkodtok? Hát várjuk meg, mi kimúlik, mert kim, kilépni nem tudunk. Tehát a Magyarország kicsi ahhoz gazdaságilag, hogy azt meg tudja kockáztatni, mert akkor tönkretennének bennünket. És ugye a Szent Máté evangéliumában van egy, vagy márkba, hogy minden önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik. Tehát rá kell nézni az Európa vezető hatalmaira, megy az is gőzerővel, és ugye ez fogja a kollapsust majd előidézni. Tehát szerintem várni kell, és úgy lavírozni, ahogyan az Orbán kormány most pont, pont teszi. Mert ennél okosabbat nem lehet csinálni. Uh -huh. Uh -huh. Én, én se gondolom, hogy most azonnal ki kéne lépni, és akkor holnap már az Európai Unión kívül lennénk, kellenek szövetségesek. Tehát hogyha nem, nem csak Magyarország mondaná azt, hogy akkor köszönöm szépen ebből a tagságból nem kérünk, hanem Európa szerte, főleg a mi térségünkben lennének még olyan államok, amelyek ezt képviselik, akkor viszont igenis megfontolandó lenne kilépni, és egy másfajta regionális együttműködési rendszert kialakítani. A visegrádi négyek erről szólt volna, csak aztán sajnálatos módon olyan belpolitikai változások álltak ben, Lengyelországban, vagy akár Szlovéniában, ami ezt, ami ezt szétverte. Virajos. Bár ugye Szlovénia nem tagja a v de volt voltak ilyen B4 plusz kettő, de is még még, volna, és... igen, mégis erről a térségről beszélünk, úgyhogy fe, vagy nem lehet feljel a falnak rohanni, ugyanakkor szerintem van élet az Európai Unión kívül, és akár a türk tanács lehet egyfajta alternatíva, vagy a, hogyha már szóba került Kína, nyilván Kínával is vigyázni kell, mert egy nagy hatalom és a saját érdekeit nézi, de bizonyos gazdasági kérdésekben igenis együtt lehet működni Kínával, Oroszországgal is, tehát van élet, az Euró... vagy itt vannak a, a balkáni államok, akár Szerbia, van élet az Európai Unión kívül, csak okosan kell csinálni. Jövő, Nagyon bonyolult a kérdés valóban. Mind a kettőtökkel teljesen egyetértek, hogy ez nem egy fekete-fehér történet. Először is most, jelen pillanatban a június 6-9 a legfontosabb. Tehát a európai parlamenti választások, ezt mindenképpen meg kell várni, mi más tehetnénk. És a legnagyobb erőkkel kell dolgozni azon, hogy a szuverenista erők minél jobb eredményt érjenek el. Európai Uniós szinten az Európai Parlamentnek az összetétele megváltozzon, és valamilyen, hát ugye a legszebb reményeink szerint többségbe kerüljenek az euró, hát most nem mondom az euró szkeptikus, de euró kritikus erők, a szuverenista nemzetpárti erők de azért ez eléggé valószínűtlen, hogy többségbe kerülnek, sőt, nagyjából ez nem, nem elképzelhető. Ha realisták akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, és a felméréseket azért nézegetjük, a politikó, meg Euronews, meg nem tudom, ilyenek, vannak ezek a felmérések, a legfrissebbek is azt mutatják, hogy erősödni fog azért a két euroszkeptikus pártcsoport, és valamelyes gyöngülni fog azért, például a liberálisok gyöngülni fognak, a zöldek azok erősebben gyöngülni fognak. Viszont úgy néz ki, hogy a néppárt az meg tudja őrizni az első helyét, és a szocialisták is vesztenek, de nem olyan nagyon nagyot vesztenek. Tehát most így röviden összefoglalva, nagyon úgy néz ki, hogy a többségük meg fog maradni. Tehát ezt nem, nem érdemes áltatni magunkat. Csoda, csodavárás, ködevés, erre nincs szükség. Tehát lesz egy többségük, jobban fogunk állni, jobban fogunk állni, de nem tudunk olyan többséget szerezni, hogy meg az Európai Unió jövőjét. Na most ez, innentől fogva jönni az igazán izgalmas korszak. Én ezt az évet egy sorsdöntő évnek gondolom ebből a szempontból. egyetértek veletek a baj, természetesen nem lehet azonnal kilépni a magyar. Tehát a húszítót ugyan egyszer én vetettem fel a legelején, és akkor kaptam hideget, meleget, minden, de én is csak egy ilyen lehetőségként, óvatosan, hogy csak a gondolat legalább, hogy megjelenjen, de természetesen én sem úgy gondolom, hogy most fogjuk munkat, és gyorsan kilépünk. Nem. Ezt a meccset meg kell vívni tehát ennek két, két, két kimenetele van. De ugyanis ők is, tehát a szuverenis, a bocsánat, a föderalisták, globalisták, mert én azért globalistáknak is szeretem nevezni őket, mert tágabbak az elképzeléseik, a, a már nagyon komolyan készülnek arra, hogy ezt a centralizált Európai Uniót megcsinálják, ezt a birodalmi jellegűt. Amelyben... Európai Egyesült Államok, mondjuk így. De most mondok neked egy nagyon meglepő dolgot, hogy szerintem ez még az Egyesült Államoknál is centralizáltabb lesz. Megmondom miért. Én szerintem az Egyesült Államok 50 tagállama még mindig rendelkezik bizonyos jogokkal amikkel már az európai tagállamok nem rendelkeznek részben most se, de akkor, ha a akkor célja, végképp akkor nem. végképp nem. Tehát ez egy birodalom, ez egy ilyen, ez egy ilyen római birodalomszerű történet lenne egyébként, ami elképesztő. Na most azért, hogyha egy ilyen elképesztő állapotban kerülünk majd akkor mondhatjuk azt, hogy bírjunk ki mindent, csak az a baj, hogy várjuk meg a következő öt, öt évet, és akkor majd utána csak jobb lesz. Csak az alatt az öt év alatt ők már el tudnak minket teljes egészében intézni, mert be fogják vezetni. Egyszerűen szándékukban áll. Most most volt, bocsánat, sajnálom, most volt egy pisz, Vlamsbelág. A PISZ, a jog és igazság pártja, EP képviselő, és a Vlamsbelág, ez a belga a szuverenista pártnak a képviselő, együtt tárgyaltak egy három héttel ezelőtt, Hivatalos sajtóból soha nem tudunk ilyenekről, de tudjuk, hogy ott volt Lisszár Legutko, aki egy nagyon okos lengyel filozófus, de sok más nagyon jó ember, szuverenisták, akik elmondták, amiről én sem olvasok sehol, hogy a háttérben gőzerővel dolgoznak azon, hogy elvegyék a tagállamoktól még megmaradt jogköreiket. Beleértve ebbe szinte mindent, elsősorban a külpolitikát, nyilvánvalóan a migrációs kérdéseket, a, tehát a határvédelem kérdéseit, de beleértve akár az a, 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 oktatást, az abortuszt, a, az abortuszt, a családpolitikát, tudjuk, az LMVT dolgokat, tehát sorba, rendre, ezeket mind-mind szépen át akarják venni tőlünk, és ez egészen riasztó, és ennek okaként, vagy ennek, hát ugye, kiinduló pontjaként a vétójogot. Azt, azt is el akarják vonni a Ez kulcsal. Erre már készen van a jogszabály, csak még nem. Igen, tudták egyébként, bevezetni. egyébként elképesztően nehéz lesz ezt elvenni, mert ugye a vétójogot úgy kell meg elvenni, hogy, hogy azt ne vétózza senki a Igen. vétójog elvételé. <laughs> Tehát van itt egy logikai bookfence, de hát olyan ötletesek ezek. Hát szóval annyira, annyira sok ötlettel álltak. Eddig is már megoldották, hogy amit simán konszenzusra kellett volna eldönteni migrációs ügyekben, azt megoldották, hogy lejjebb vitték ugye az európai bizottság szintjére, és ott, ott döntöttek róla, ahol vagy, többségi szavazással meg is minősített még. többséggel el lehetett Igen. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy egy egy a választások után egy baromi nehéz helyzet Igen. alakul ki, és ebben a baromi nehéz helyzetben éppen mi leszünk a, ugye az elnökök, az meg külön izgalmasá teszi a kérdést, és hatalmas meccseket kell majd vívni, szerintem, hogy, hogy mit tegyünk. Három fronton támadnak. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, Ellenállásképpen nekünk nemet kell mondani a háborúra, nemet kell mondani a migrációra, és nemet kell mondani a gender és LMBTQ propagandára. A legsúlyosabb jelen pillanatban a háború kérdése, mert amikor azt halljuk, hogy Lengyelország bejelentkezik önként és dalolva, nem túl messze Oroszországtól, hogy az ő területére vigyenek atombombát, akkor az emberbe meghűl a vér, és, és fölteszi a kérdést, hogy normális ezek, mi, mindenki megveszett, mi lesz a világgal? Hát a lengyeleket nyilvánvaló vezérli, ez az obstrukció és a revans és a bosszú, ugye, mert aki azért ismeri a 16. századtól lengyel és orosz történelmet, az tudja, hogy ezek folyton háborúztak, meg, és nem, a lengyelek sem voltak, szeretem a lengyeleket, de nem voltak szentek ebbe a kérdésbe. És ugye hát mindennek a háta mögött, ugye idézőjelben mondom, lengyel atom, ott áll az Egyesült Államok. Tehát Lengyelország ezt nem magától csinálja egészen, hanem megy egy nagyon masszív bújtatás és, és tuffolás, hogy gyerünk, gyerünk, csináljátok. És mindig van valami, ami történik. Ugye most Tartuszba az oroszok leállítottak egy repülőgépet, az a Tartu az egy 90 ezres egyetemi városa a litvánoknak, vagy észteknek, most bocsánat, hirtelen nem tudom, de mindegy, ezt a repülőteret megállított, megállították a GPS zavaró rendszerükkel, ami az oroszoknál rendkívül fejlett. Na erre megint fölugrottak, hogy most már jön a világháború. És ez egy szisztematikus feszegetése ennek az egésznek, hiszen azért a védelmi miniszterük már februárban azt mondta, hogy háború, jó okkal mondom, már készülünk a háborúra Oroszországgal. Tehát egy Lengyelország nem akkora entitás, hogy ilyet mondjon, anélkül, hogy ne legyen legyen ott a hátam mögött az USA, mint a rendkívül Pimasz ja. ukrán nyilatkozatoknak. Mert ugye ez Persze. a klasszikus eső, kinek nem tetszik még a, 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 a nyúlnak az éneklése, szól be a medve a kocsma ajtón. <laughs> közmédia riportere mesélte, hogy kint voltak ö, a lengyel-ukrán határon, ahol ö, folyamatosan amerikai katonák állították Persze. meg is igazoltatták. Persze. <laughs> és igazoltatták őket. Teljesen jogos, amit mondasz. Tamás? Lengyelországról nekem egy kicsit ö, egy baráti társaságban az az ember jut eszembe, akit pár után a legkönnyebb felhergelni, hogy csináljon valami hülyeséget helyettünk. Tehát ezt látom most, hogy az Amerikai Egyesült Államok folyamatosan a lengyeleket tartja erre a szerepre, és nyilván megvannak az okai, hogy miért történelmi okai. Tehát az orosz ellenesség az tényleg sajnálatos módon, hát azért mondom, hogy sajnálatos módon, mert ezek rokon nemzetek egyébként, tehát nem egymással kéne törődniük, de sajnálatos módon beépült az orosz ellenesség a, a lengyel identitásba, így most a lengyeleket lehet a legkönnyebben felhetszelni hát a kubai rakétaválság jut eszembe, tehát ez gyakorlatilag azzal egy szintű lesz, és hogyha az Amerikai Egyesült Államok nem tűrte azt, hogy a közvetlen környezetébe az oroszok atomrakétákat telepítsenek, akkor valószínűleg Oroszország sem fogja tűrni, vagy legalábbis egy nagy hatalom nem szokta ezt tűrni. Úgyhogy ez mindenképpen, hogyha ez megvalósul, akkor ez egy következő lépés a világháború felé. És ugye említetted, hogy a lengyel-ukrán lengyel határon amerikai katonák igazoltak adták a közmédia munkatársát. Hát azért arról is már vannak információink, hogy amit Macron mond, hogy akkor NATO csapatokat küldjenek Ukrajnába, ez igazából már megvalósult, csak még nem hivatalos, vagy hát, hogy mondjam, tehát nem NATO katonaként vannak ott, de gyakorlatilag mégis csak NATO katonák és ukrán oldalon harcolnak Oroszország ellen. Úgyhogy kicsi ebből a szempontból még borulátó vagyok, hogyha ez megvalósul, hogy a lengyelek tényleg ott a, a, keleti ország részben atomrakétákat telepítenek, akkor azért ez, ez egy újabb lépés, mint már fogalmazta a világháború felé. Olyan elmeba is felvetődött, hogy a Patriot rakéták, amiket megígért az Egyesült Államok Ukrajnának, már ott vannak a lengyel-ukrán határon, hogy nem is kéne átvinni Ukrajnába, onnan védjék az ukrán légteret. Na most a, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit szólna mondjuk Putyin. Hát ez ez, 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 a, ez az igazi kérdés valóban, hogy Putyin, én szerintem, és nem vagyok egy Putyin imádó ember, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy a, el, el, az elmúlt hónapokban ö, állandóan provokálták, provokálták és provokálták őt, és ő azért megpróbál állandóan üzenni, hogy ő nem akar háború. Esze Ágában sincs Európával háborúzni például. Tehát ez már 50-szer mondta. A leghiggadtabb az összes megszóló között. Én is így gondolom, hogy az a leghiggadtabb. az <laughs> agresszor. Az agresszor, aki persze, hogy hogyan lett agresszor, az, az egy, megint egy különböző, egy órától beszél. De, de ami a lényeg. Orbán Viktor mondja, hogy, hogy, a háború és a béke Határmezgyén, ő, ő nyilatkozott, most határmezgyén vagyunk. Tehát ő azért, aki belelát a folyamatokba, Igen. hogyha ezt mondja, hogy centimétereken múlnak a dolgok, akkor Igen. már nagyon komoly ez az ügy. És hogyha még azt is hozzáteszük, hogy Ursula von der Leyen, akiről, akiről nem győzünk beszélni, mert olyan a nagyszerű hölgyemény, és olyan kitűnő öt évet hagyott maga mögött, büszke is rá, tudjátok a beszélni ah, szóval úgy, szóval ne, hogy ne. Minden fejlődött ebben az öt évben. Szóval fantasztikus, de azért azt is mondta, hogy ő egy hadi állapotnak a, a, vezetője. Tehát egy ilyen, vagy nem tudom pontosan, valami ilyesmit mondott, hogy hadi helyzetben ő irányít, egy vezetőnek tartja magát. Hát az ember esze megáll. Az. Jó, volt honvédelmi miniszter. Tökötte a is hát Igen, <laughs> és korrupt volt, mint a iszonyatosan korrupt ügyei voltak, a fiával kapcsolatban, meg minden egyéb. Tehát ez övezi az ő pályafutását. Tehát én azt hiszem, hogy itt egy olyan problémával nézünk szembe, hogy mi magyarok, akik egyedül állunk a jó oldalon és a helyes oldalon, sajnos egyelőre hiába mondjuk azt, hogy béketárgyalások, tűzszünet és így tovább, mert egész egyszerűen az elsőpről a többség, a, a nagyok, a, úgy mondanám én, hogy a nagyfiúk, láthatóan nem akarják ha megegeditek három rövidelemben, de nagyon rövid leszek, ígérem, csak egy mondatos, három tényező nem akarja a békét. Az első szerintem a hadipari komplexum. Ez teljesen nyilvánvaló. Hát Biden is azt mondja, hogy amikor megszavazzák ezt a 100 milliárd dolláros csomagot, végül megszavazták, ugye, ennek egy 60 milliárd ugye megy Ukrajnába, akkor azt mondja a nyugalom, nyugalom. Ennek a döntő része Amerikában marad. Tehát akkor már tudjuk azt, hogy a hadipari komplexum majd ebből óriási nyerés visszakerül az amerikai, meg munkahelyeket teremt, és itt tovább. Ilyen. Tehát az első, a hadipari komplexum fantasztikus mértékben érdekelt a háborúban. Ez nagyon fontos. A másik, az USA ö, demokratái, lényegében véve nagyon régóta, bizonyos értelemben nem csak ők azért, hanem az úgynevezett neokónok is, tehát még gondoljatok a régebbi jobb vagy republikás vezetése a busékra, meg a többiekre, most, akik, akik szintén háború pártiak voltak. Tehát ez a vonal, ez mindig orosz ellenes volt, ez az orosz ellenségét nem tudta levetkőzni, és akkor itt jön be az az, az, az elmélet, amit Bzeszinszki, ugye a Kártárnak a Nemzetbiztonsági Főtanácsadója 97-ben a nagy Saktába című könyvében világosan megírt, hogy nekik kell egy szétszakító vonal, Oroszország és Németország miranis. között hogy a Technológia, illetve tudás, illetve az energia. Ez egyesség. konkurencia Amerikának, ez teljesen világos. Tehát ez az amerikai cél, ez nem változott. Mm. Ez nem változik, ezt még egyébként a Ize is elmondta a George Friedman, a Stratford intézetnek a alapítója egy 15-ös beszédében, mm. így magyar származású egyébként. Ugyanezeket így elmondta, ahogyan Zseszinszki a könyvébe leírta. Tehát szerintem ez a másik dolog, hogy van ez a régi amerikai cél, hogy szét. Nyit széte. És a harmadikat azt én a globális, szokásom szerint a globális elitben látom, tehát én úgy gondolom, hogy a davoszi elit, tehát a világgazdasági fórum abszolút háború párti és orosz ellenes. Hogy miért? Ott a, annak több, annak szintén több a van, de ott a cégeknek a a, az a rengeteg nagy gigacég, az már beépült Ukrajnába. És nem szeretné ezeket az érdekeltségeit elveszíteni azzal, hogy Oroszország győz ebben a háborúban. Tehát minden áron meg akarja tartani, és akkor ne beszéljünk a BlackRockról, a világ legnagyobb vagyonkezelőjéről, aki biliós nagyságrendű. A BlackRock már megegyezett abba, 22. decemberében Zelenszkij, a -e, konkrétan Larry Fink, a BlackRock vezetője, hogy az újjáépítés majd ők fogják, amikor majd újjá kell építeni a totálisan szétrombolt Ukrajnát, mert hogy el fogja veszíteni a háborút, utána majd ők lesznek az újjáépítők. Virágos. Akkor én most mondtam három olyan érdekcsoportot, amelyiknek abszolút az az érdeke, hogy a háború folytatódjon, ezért vagyok én is bizonyos értelemben beszélő. Helyezzük egy picit a fókuszt Magyarországra, de nem kell, hogy elfelejtsétek mindazt, amiről eddig beszéltünk, hiszen ez mind hat Magyarországra, és meghatározza a belpolitikát, meghatározza a kampánytémákat. Nagyon érdekes folyamatokat látunk, amiből számomra a legtragikusabb, hogy azt, amit 22-ben elkövettek és sikerült láthatóvá tenni, azt egyre több információ támasztja alá, hogy most is csinálják, most is gurulnak a dollárok, most is megpróbálják megkeresni azt a tényezőt, akivel meg lehet akadályozni, hogy elég szuverenista képviselő jusson az Európai Parlamentbe, hogy az önkormányzat, nál minél több kormányellenes erő kerüljön hatalomra, és már be is mondta a, a Dobrev féle banda, hogy amennyiben itt valami nagy azért, politikai földindulás következik, ők azonnal előrehozott választásoknak követelni, mert hogy számukra a választás tétje nem az, hogy elkerüljük a háborút, nem az, hogy elkerüljük a migráns áradatot, nem az, hogy a gender ideológiát kiszorítsuk az iskolákba, hanem az, hogy Orbán Viktor mondjon le. Persze. De jó. Hát, az ugye mindent megpróbál Amerika, hogy lektörje Magyarországot, és ebbe az Európai Unió isztéblismentje is pártol bennünket, vagy pártolja őket, hiszen itt több száz olyan amerikai alkalmazott dolgozik Magyarországon, akik főállásban gondolkodnak ezek helyett a liberális, műveletlen emberek helyett, és ugye ezt a, ezt a narcisztikus ficsúrt, a magyart előtérbe tudják tolni. Nyilvánvaló, hogy nem ismerik annyira, mint az amerikaiak általában ezeket a messzi, keleti népek, mit tudom én, hogy kicsodák tudnak egyet főzni, ismerik-e a dolgokat. Lenézve és nem ismerve, ugye megpróbálják tolni, de mellé fognak, mert ugye a DK, aki korábbi kedvenc volt, most is az valószínű, mert az erő benne megvan még a DK-ba, a szervezeti erő, ugye ellentmondásba kerül a magyarral, hiszen a magyar azt mondja, mikor olyan kérdéseket tesznek fel neki, hogy kell-e az Amerika, meg mind akkor ellene bond, Dobrev meg ugye ilyen Amerika is vérünket és életünket, tehát itten kezdődnek. Ugye lásd momentum, feszültség, stb. Tehát én próbálok felvillantani ilyen balfogásokat, mert egyébként a pénz az elképesztő mennyiségben van, és ugye látszik azt, hogy a közvéleménykutató cégek is nagyon benne vannak ebbe a dologba, hiszen tíz év múlva majd ki fog derülni, hogy mit hazudtak, de hát csak egy egyszerű például aki megnézi a Tiszapárt mérés az 11 és 26 százalék között billeg. Ez akkor a hazugság, hogy az elképesztő. Engedd egy történet, én még az állami vagyonügynökségben dolgoztam, mint igazgató helyettes, és nekem kellett egy privatizációs kutatást megcsinálni. Bejött az akkori magyar legnagyobb kutatócégnek a stábja, és hát én képviseltem az Ávűt, a Magyar Államot, és megkérdezi tőlem az illető, és mond milyen eredményt akartunk. <laughs> <laughs> ez volt a kezdés, bocsánat! <laughs> és pontosan tudom, hogy azóta is ez így megy, és ugye ez a közvéleménykutatás jó arra, hogy fellazítsa a Fidesz szavazók identitását. Mert óha nem kell menni, hát már megnyertük vastagon, már volt ilyen, tehát ez veszélyes nagyon, és hát ugye itt a kampánystábnak kell nagyon észnél lenni majd, mert ugye itt ez most nagyon angazált helyzet, hogy ugye olyan kihívásokat kell intézni a liberális ellenzék felé beleértve a magyart is, amelyik válaszra kényszeríti őket, mert mennél többet válaszolnak, annál több hülyeséget mondanak. Na most Én... a... Csak továbbfűzze egy picit a te gondolatodat. Tehát én azt vettem észre, hogy a, a magyar, ha megkérdezik, akkor mindig azt mondja, amit az a közeg hallani akar. Ez a jó. Tehát ha valaki fölteszi neki azt a kérdést, hogy ugyan mondjon már valamit a programjáról, akkor semmi más nem csinál, mint fölmondja a balliberális mantrát. Az egészségügy, az oktatás, és hogy itt mindent elloptak, de majd mi a tisztességesek, visszaadjuk, meg ilyen. Ha arról kérdezik, hogy és mi a véleménye, hogy belesodródjunk a háborúba, vagy sem, Érdekes módon azonnal elkezdi a kormánypárti álláspontot hangsúlyozni, mert jól tudja, tájékoztatták, hogy a magyar társadalom java része beleértve be a balosokat is, meg a lipsiket, alapvetően békepárti. Tehát ezt, ezt e... Semmilyen önálló gondolata, politikai innovációja, a programja nincs, hanem mindent összeszedett, amit valaha a magyar társadalom magából kiizzadt, és ezt így önti rá a, a hallgatóságra. De miért lát ebben fantáziát a birodalom, amelyik gurítja ide a dollárokat? Ez még mindig nagy kérdés. Nem tudom, szerintem talán az lehet mögötte, hogy az elmúlt 14 évben nem tudták leváltani a meglévő baloldali ellenzéki erők Csarodtöm a jelenlegi, a az jelenlegi kormányzatot, és ezért ezek a nem létező háttérhatalmak, meg a nagyon is létező amerikai Egyesült Államok most talált egy új szereplőt, aki majd talán képes lehet erre az ő megítélésük szerint. Egyébként kicsit visszatérve így ez a tágabb kontextushoz, hogy az is egy régi stratégiai módszer, hogy vádold azzal az ellenséget, amit valójában te csinálsz. Ugye néhány héttel ezelőtt volt ez a botrány, hogy Euró szerte lelepleztek egy nagy orosz befolyásolási hálózatot, ugye ez a Voice of Europe nevű portál körül ö, ö körül volt elsősorban az volt a magja Prágában, de hogy itt különféle európai országokban AFD-s képviselőket, mi hazánkos politikusokat, meg mindenféle újságírókat lekapcsoltak, hogy ők orosz ügynökök. Hát kiderült, hogy ilyen semmi igazságtartalom nem volt mögötte. Egyébként érdekes módon Dezső András írta ezt a cikket a HVG-ben, akiről meg azért lehet tudni, hogy jó kapcsolatot ápol a cia val és akkor még finoman fogalmaztam. De csak azért hoztam be, hogy itt az orosz befolyással riogatnak mindenki, de közben, amire bizonyíték, konkrét bizonyíték, van, hogy történt befolyásolás, mondjuk az előző ö, ö, választások előtt a kampányban az amerikai részről történt. Tehát Márkizai Péter és az általa képviselt ősz baloldal 4 milliárd forintnyi Bőle. kampánytámogatást kapott, és még ki tudja, hogy milyen összeget kaptak innen onnan, de ez az, amit tudunk biztosra. Tehát az Amerikai Egyesült Államoknak ilyen szempontból elképesztően álszent ez a fajta politikája. És még egy dolgot mondanék, hogy most, mostában ugye David Pressman influencereket szokott megvendégelni az amerikai nagykövetségen, és most pont a napokban Dancsó Péter youtuber beszélt arról, hogy őt is megkeresték, de ő nemet mondott erre, de ez is mutatja azt, hogy itt valójában hogyan történik az amerikaiaknak a befolyásolása. Jó. Hát igen, Dancsó Péter egyébként egy jó fej, és én is hallottam ezt a megnyilvánulását, nagyon értelmes, és nagyon-nagyon jól elmondta azt, hogy itt miről van szó tulajdonképpen a háttérben, hogy milyen Ó, finoman vezetik rá az influencereket az amerikai nagykövetsége, nem rohanják le őket, hanem szépen magukhoz édesget. Tehát, a, a békát főzzük, ugye ez volt már többször. Így, feljött, van. így van, és hát itt bejön a képbe sok nagy, most nem direkt nem mondok neveket, zenészek neveit, mert nem akarom erre kihagyni. <laughs> Tudjátok, hogy kire gondolok amúgy is, aki most nagyon népszerű, stb., meg hát mások is vannak. Na de visszatérve tényleg erre a Magyar Péter jelenségre. Én egyébként piktológusként azt mondom nektek, hogy, hogy, hogy fogadjuk el ezt a tényt úgy, a maga módján, hogy megjelenik egy új szereplő a képbe. Tehát ez, 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 ez mindenütt megtörténik. Tehát megtörténik ez a Közép-Európa országában, megtörtént eddig is. Vannak pártok, amik tök váratlanul fél éve alatt egyébként olyan eredményeket el, értek el, hogy ihaj. Tehát ö, ugye ez mindig a, annak az igénye, hogy egy kicsit a régi pártokkal kapcsolatban van egyfajta megfáradtság a választókban, és akkor, ha jön egy új arc, főleg, hogy a fiatal, és a fiatalok ugye különösen ut, utálják már az idős politikusokat, az idősödő politikusokat, és akkor jön egy fiatal ember, aki kicsit olyasmi, mint ők, úgy viselkedik, stb., akkor ugranak rá, és akkor, akkor mennek utána. És én azt gondolom, hogy avval követünk el nagy hibát, ha túl ezt az embert. Nem szabadna. Szóval, szóval nem kell naponta beszélnünk róla. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Ő egy, egy politikai szereplő, nagyon pofátlan, amit csinált. Tehát emberileg messze menőkig elítélendő, ugye, hogy a Fidesztől kapta sokáig a pénzt, és aztán egyszer csak, ahogy szoktuk mondani, bele mm -mm, a levesbe, Ahonnan kapta a megélhetését. Hát, meg, bocsánat, csak egy megjegyzés, hogy az is emberileg milyen dolog, hogy valaki a feleségéről, a gyermekei anyjáról készít hangfelvételt titokban. Igen, mert most ezt is árnyaljuk, mert ezt, hogy nem itt, igazából egyébként én nem is arra helyezném ki a hangsúlyt, hanem erre, amit te mondasz. Tehát nem arra helyezném ki a hangsúlyt, hogy veszekedések, összeveszések, ez rúgta meg, az rúgta meg, mert itt tudom én. Állítólag azért Varga Judit is néha odarugott egyet, vagy valami. Tehát ezekben a családi dolgok, a magyar ember nem szeret belemélyülni. Mert mi, hát valljuk be, legyünk őszinték, minden, sok-sok családban vannak, hogy hol nem veszekedtek már. Az, az, egy, az egy csodálatos dolog. Sokkal, tehát ez, ezeket a magyar emberek ugye elnézik. Tehát ezzel egy idő után már nem foglalkoznak. Azt nézik, hogy mit csinálott, a színpadon, mit mond nekik. Hanem ez a fontos, hogy, a, a, hogy valaki az ezzel már egy határtullépés, egy vörös vonal átlépés, hogy valaki a feleségével való beszélgetést elég manipulatív módon tartott, hát, két perces beszélgetés. De, de a, ez a, a erre, el... erre akartam még rávilágítani, hogy ez azt a kérdést is fölveti, hogy nem készült-e ő már akkor, mikor ezt a felvételt készítette. Arra zárulásra, amely most bontakozott ki előttünk. Hiszen máskülönben mi a túróért csinálna valaki egy ilyen felvételt titokban a feleségéről? Nekem csak az a észrevételem, hogy bennem egy nagy kérdés, hogy még a, a tulajdonképpen a, a, ugye a kegyelmi botrány előtti hónapokban már felfedezték maguknak a külföldi erők Magyar Pétert, vagy csak azután, miután ő megjelent. Erre nem tudok. Nem, nem, bizt... de, mert nincs információ, de a gyanú, de hogy hogy gyanú fölmerül, hogy ez már évek óta készülhetett erre. Igen, tehát fölmerül a gyanú, így van, csak még egyelőre tényleg kevés információnk öh. van. Amivel foglalkozunk el Magyar Péterrel kapcsolatban, szerintem két nagyon fontos dolog. Az egyik az, hogy milyen külföldi finanszírozása van. Ez ugyanis, ez beleütközik a törvényekbe, ezzel naponta foglalkozni kell. Öh, a magánéletét szerintem már, már hagyjuk a fenébe, őszintén Aztán. szóval, mert már lejáratott a dolog, és a másik, amire figyelnünk kell, hogy hogy ne figyeljünk igazán rá, hanem tegyük a dolgunkat, a kormány, a Fidesz, az Ormány kormány. Fogja fel úgy, hogy van egy újabb szereplő, volt eddig is új szereplő. Igazad van, Tamás, csak, csak ez, akkor... ez, ez, amire mindannyian utaltatok, az ő, ő viselkedésmódja, mióta politikussá -e a vanzsát, az az, hogy reggel, délben, este, minden áldott nap valamit, valamilyen felületen közöl, amire aztán rácuppan a teljes balliberális média, az... és onnan kezdve nem tudsz nem foglalkozni vele, mert akkor reagálnak a politikusok, reagálnak az érintettek, a megvádoltak, a, a hazugsággal vádol, és akkor egész egyszerűen nem tud megkerülni sem már igen, 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 Mondd, de lehetséges, hogy neked van igazad. Lehet, és hogy neked ha nem van igazad. válaszolunk a médiába, az a gyengeség vagy nincs igazunk. Vagy hogy azt jelenti. mondja, hogy Tehát igen, ugye ha állépés, ugye, hogy jól mondja, mert azért nem reagál senki. Te nem tudsz jót lépni. Provokálja. Média, média, esemény, média eseményekkel korrigálni. Tehát ez ugye, ez a baloldalnak egy nagy ereje, hogy ők benyomnak egy hazugságot, és amikor mi válaszolunk mondjuk két percbe, abból másfél percig cáfoljuk a hazugságot, és fél perc alatt tudjuk a mi mondani de elmondani. De. Ez itt a trükk ebbe az egészben, hogy kifogják a szelet a vitorlánkból, és a mi pozitív közléseinknek nincs elég tere. Hát ráadásul, amikor valami megjelenik róla, az közli, hogy az hazugság. Hát. Az, az kormány propaganda, Az Tony tanálta ki. Igen. De ő azt mond, amit akar a másikra. Tehát gátlástalanul hülyeségeket beszélhetett Kocsis Mátéról. Pusztán Igen. arra hivatkozva, hát hogy valamikor egy iskolába jártak. Világos, én inkább csak tényleg azt mondom, hogy a, egy bizonyos mértékig erre válaszolni kell. Igen. De, de nyilván ennek van egy határa, tehát Világos. ne percenként, óránként csak ezzel van, hanem menjünk előre, dolgozzunk. Én, én ezt nem, nem nem dicséretképpen mondtam, hogy, hanem engem is barabira zavart, tehát én veled értek egyet. Meg ott van, bocsássatok meg a sérelem politikának a vívése a mi részünkről, perelni, perelni, perelni. Tehát ahogy hazudik, de nem úgy, ahogy amúgy csinálják ilyen lájtossal, hanem megvenni a jó ügyvédeket, agresszív fiatalokat is neki nyomulni. Mert Világos. ők azt csinálják, csak nincs igazuk, mi nekünk meg még igazunk is van, és el tudnánk kapni őket. És ez a külföldi finanszírozás, ez pedig törvényben jött hát nyomozni. A legújabban most a bajnai féle kiderült, ugye Abszolút. ez a legfrissebb pír, hogy a bajnai féle csapat az Elképesztő a... Elképesztő szoros, 20 szoros kapcsolatban állnak, állnak, így van. É, igen. Tomás igen, hogyha már külföldi támogatás, ez nem csak pénzben mutatkozik meg, hanem például Magyar Péter esetében, hogyha megnézitek, hogy ahhoz képest, hogy azt hiszem ilyen 250-300 ezer lájk like körül van csak a Facebook oldal egyelőre, óriási eléréseket generál. És ez mondjuk lehetséges, hogy összefügg azzal, hogy az Európai Parlamenti listáján a második helyezett az a Metának egy fő tanácsosa. Tehát itt valószínűleg a Facebook is, és Há, a... Másképp pénzbe lehet segíteni, nem, nem csak éppen, pénze. Igen, magyar nemzet hivatkozás link, első, ami bejön, ez nem jó oldal, nem jó út. Ez az első, tehát ha nem próbálod még egyszer, nem tudod megkapni. Bocs. Világos, világos, igen. Igen. Tehát igen. ez működik. Igen. És a másik, még csak egy ilyen rövid példa, vagy egy ilyen érdekes történet, ami rávilágít az, erre az egész demokráciára, amit mondjuk a Facebook is hirdet vagy szólásszabadságra, hogy mondjuk Magyar Péter Toroszkai Lászlót megvádolja egy Facebook posztban valamivel, és Toroszkai László meg nem tud rá reagálni, mert a Facebookról ki van tiltva. Igen. Igen. No, hát nem, nem tudtuk ezt megfejteni, lezárni és, és megnyugtatóan ö, értékelni, de lesz még erre módunk, alkalmunk, mert hát a legoptimistább becslések szerint is minimum az európai parlamenti választásig, de mások szerint 26-ig ki fog tartani az ő támogatásának a lendülete. Csak ne felejtjük el, hogy a Fidesz továbbra is fölényesen vezeti a köszönetet. Tehát azért a nagy baj nincs. Nagy baj nincs. No. Ennyi fért a műsoridőnkbe. Nagyon szépen köszönöm nektek az értékes gondolatokat és a jó beszélgetést. Hallgatóimnak, nézőimnek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz civil kör, de addig is hallgassák a hírefemet a viszontlátásra, viszontlátásra.